Mi lesz a pécsi éjszakai buszjáratokkal? Tényleg megszünteti ezeket az önkormányzat? Buszbérlet és buszjegy áremelésről hallani a városban. Tervezi ilyet a városvezetés? Ezek a kérdések is felmerültek a keddi képviselőtestületi ülésen. Pécs polgármestere válaszában azt mondta, az éjszakai járatok kihasználatlanok, ami sokba kerül. Nem tudunk megengedni magunknak tök üres járatokat, amiket adott esetben éjszaka indítunk. A válaszom, nem tervezzük, de vizsgáltatjuk. A menetjegy bérletár emelésre vonatkozóan szintén vizsgáltatjuk a finanszírozási problémák megoldási lehetőségeit. Sokféle vizsgálatot végeztetünk a Tükebusznál, mert azt hiszem 4,7 milliárd, ha jól emlékszem, az a 4 milliárd forint az a finanszírozási probléma, amit meg kell oldanunk 2022-ben. Alul finanszírozott, és ezért folyamatosan romlik a pécsi közösségi közlekedés helyzete, mondja az ÖPK-DNP frakció vezetője. Az elmúlt két évben a tömegközlekedés folyamatosan épül le. Egyre rosszabb elérhetősége van, gyakorisága a buszoknak, és hát panaszkodtak ugye a buszvezetők is, akik közül nagyon sokan a lábukkal is panaszkodtak, hiszen elmentek már, mert lényegesen kevesebb fizetést kapnak, mint hasonló más cégeknél. Mindez úgy, hogy közben az igazgató fizetését folyamatosan emelik, meg a prémiumát is, amit nem tartunk indokoltnak. Az üzemanyag drágulása sem lehet kifogás, a városvezetés erre tudna megoldást, ha akarna, mondja a képviselő. Az önkormányzat ilyenkor beavatkozhat, forrásokat adhat át. Úgy gondoljuk, hogy az innovációs biztos, a tanácsnokok, a különböző tanácsadók milliós havi kifizetéseit nyugodtan el lehetne most már törölni, semmit nem csinálnak, ezt is megtudtuk a közgyűlésen, és akkor az ebből megmaradó összeget, ez 100 milliós nagyságrend, ezt nyugodtan adják át a Tükebusznak, és akkor talán orvosolni lehet ezeket a többletkiadásokat. Kőveri János azt mondja, 2019 előtt 3,5 milliárdot adtak a Tükebusz működésére. A baloldali városvezetés alatt ez 2,5 milliárd forint lett, vagyis 1 milliárddal kevesebb. Ez látszik meg most a helyi buszközlekedés színvonalán.